A Ferencvárost fogadta a Salgószeke Klub a férfi Superliga 6. fordulójában. A mieink nagyjából egyenletes teljesítményt nyújtottak, ám a vendégek minden szempontból fölülmúlták őket. A forduló után az Ózdiak egy elmaradt mérkőzés pótlásaként október 23-án az MCM Kaposvárral csaptak össze. Küzdelmes időszakon van túl a Salgószeke Klub. Legutóbb a Ferencvárost fogadták a férfi Superliga 6. fordulójában. A hazaiak egyenletes teljesítményt nyújtottak, hiszen minden játékos közel azonos számú fát ütött a mérkőzés alatt. A vendégek soraiban több csapat világbajnok is szerepelt, így borítékolható volt, hogy elviszik a pontokat. Végül 7-1-es összesítéssel múlták fölül az Ózdiakat. Várakozáson felül teljesítünk, meg vagyok vele elégedve, de sajnos ez a jó eredmény is a Ferencváros ellen kevés lesz. Hogyan teljesített az új játékos? Milyen az ő teljesítménye? Az új játékos, hát gondolom, hogy a Kocsa Robira gondol, nagyon meg vagyok vele elégedve, óriási fát ütött, csak hát olyan ellenfélrel játszott Kovács Gábor, aki egy többszörös világbajnok, tehát nem igen lehet őt megverni. Hogy áll most eddig a csapat, milyen az eredmény? A csapat ugye most ez a 2x6-os csoport van, itt van kettő győzelmünk, és még van 2 elmaradott meccsünk. A Ferencváros szakosztály vezetője Ózdi születésű, így elmondta, hogy mindig különös érzés számára itt szerepelni. Ennek ellenére most is mindent beleadtak, így megérdemelten zsebelték be a győzelmet. Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, azt gondolom, hogy egy jó formában lévő csapattal érkeztünk ide. Fiataloknak is adtunk lehetőséget, 2 nagyon fiatal tehetséges játékosunk van, és én azt gondolom, hogy az eredményeik alapján, illetve az eredményükkel alátámasztották ezeket a dolgokat. Hogyan érintette a csapatot a 2x6-os felosztás? Megmondom őszintén, én a 2x6-os felosztást támogatom ebben a dologban, sokkal élesebb és jobb mérkőzésekre számítok, megmondom őszintén. Most is úgy játszunk itt, hogy szeretnénk bejutni az első 3 csapat közé, és az első 3 csapattal ugye a felsőházi rájátszásban szeretnénk szerepelni, és ott pedig a legjobb eredményt elérni. Milyen céljaitok vannak még ebben a szezonban? Ebben a szezonban mindenképpen szeretnénk elérni a nemzetközi kupaindulást, ami azt jelenti, hogy vagy az első 3 helyezett csapat között fogunk végezni a bajnokságban, vagy pedig a Magyar Kupát szeretnénk megnyerni. Természetesen sok jó csapat van a bajnokságban, ezt tudjuk, de az a célunk, hogy odaérjünk mi is közéjük. Egy elmaradt forduló pótlásaként a Salgósz nagy csatában 5-3-ra verte meg az MCM Kaposvár együttesét.